Addig is hittem, hogy valami van, de annak ezzel valahogy jobban biztos vagyok benne, hogy valakinek kell lenni fönt, aki irányít mindent. Rengeteg érzelem van benne, de ezek az érzelmek nagyon le vannak folytva. Ne viccelj velem, de nem mondod, hogy szeretlek. Nagyon vészes helyzetben. Vészes helyzetben? Hát igen, lakásban, otthon vagyok, sokszor hallok ilyen hangokat, hogy... Mostani... Mintha valaki, igen, most, ahol élek, de az előzőben is mindig hallottam valamit, aztán az előző házban ki is hívtam egyszer egy szellemírtót. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható, fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Kammerer Zoltán, olimpiai bajnok kajakozónk, egy modern kori gladiátor, vérbeli alfahím benyomását kelti mindenkiben, elsőre. Éppen ezért különösen meglepő volt számomra, amikor beszélgetésünk során kiderült, hogy Zoli férfitársai nagy részével ellentétben rendkívül nyitott a transzcendens, vagy adott esetben megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokra. Egy kicsit feszülten érkeztél, de remélem, hogy majd mindjárt áthangolódsz, mert hogy egy kicsit olyan témákról beszélünk, amiről talán nem tudom, hogy férfiak szoktak egymás között, főleg nem, ilyen témákról beszélgetni, sors, miben hiszünk, miben kapaszkodunk mélypontokon, de te ezekre nyitott vagy, ugye jól tudom? Hát igen, szoktam beszélgetni ilyenről, de leginkább csak magammal, igen. Vagy szakember segítségével, de azt is titokban. De igen, tehát nyitott vagyok, és úgy érzem, hogy nyitottnak is kell lenni az ilyen dolgok felé. Te miben hiszel? Tehát, mert ugye nem feltétlenül kell mindenáron néven nevezni, de annyi mindent mondanak Istentől kezdve, energiától, univerzum, sors. Neked meg, te megfogalmaztad, hogy mi az, ami a te hited? Hát ez a sorrend, ez jó, amit elmondtál. Én mindenféle picit, tehát én picit Istenben, picit a sorsban, picit a sorsszerűségben. Nekem nagyon nagy mondatom ez a minden miértnek megvan az azért, minden azértnek van a miértje, vagy fordítva. Tehát én számmisztikában is elég horoszkópban, tehát én mindig bújom a horoszkópon, régen volt egy horoszkóp könyvem is, napi lebontva napokra, hogy mi várható ma, vagy mi várható holnap. Tehát sok mindenben hiszek, és sokszor keresem az összefüggést bizonyos dolgok között, aztán vagy megtalálom, vagy nem. És mi az, amikor megtaláltad? Volt olyan eset, amikor úgy érzed, hogy ott az picit felállt a kezeden a szőr, és azt érezted, hogy na itt most valami van, amit nem biztos, hogy meg tudok magyarázni, de itt valami történt. Hát volt egy-két ilyen versenyem is, ami megmagyarázhatatlan, hogy mitől volt az, hogy mit tudom, éveken keresztül azzal rémizgettek, hogy Athénban az olimpián majd hátszél lesz, és olyan hátszél lesz, viharos hátszél, tarajos hullámok, és jöttek is a felvételek, és minden előzetes verseny tényleg úgy zajlott, hogy ilyen baromi nagy hátszél volt. Mi nem annyira szeretjük a magyarok a hátszélet, tehát nem fekszik a magyar egységeknek általában a hátszél, és Athénban egy kicsit rossz érzéssel mentem, rossz jóslatokkal. Aztán valami csoda folyt, tényleg nem, mai napig nem tudjuk mitől. Tényleg szembeszél volt a pályám, nem olyan erős, mint ami hátszél volt még egy órával azelőtt. Végigjöttünk a pályán, megnyertük nagyon nagy fölénnyel, tehát minél idők egyik lett, négyes győzelmét arattuk olimpiák történetében. Aztán kiszálltunk, ünneplés, gratulált mindenki, ugye ilyenkor szakvezető, politikusok, ilyenkor mindenki ott van, annyian vagyunk, hogy elsüllyed a stég. De ezek, ha nem nyerünk, akkor csak mi négyen állunk a stégen. Igen, szomorúan. Ez mindig így szokott lenni. És tényleg majdnem elsüllyed a stég, fotózkodás, mindenki gratulált, fölálltunk a dobogóra, és akkor ment a himnusz, és akkor emlékszem, ránéztem a pályára, aztán föl az égre, és visszafordult a viharos, tarajos hátszél, már a himnusz alatt azt fújt újra. És akkor addig is hittem, hogy valami van, de annak ezzel valahogy jobban biztos vagyok benne, hogy valakinek kell lenni fönt, aki irányít mindent.
A versenyek előtt előfordult, hogy imádkoztál, vagy van valamilyen jellegű bevált kérésed, nem tudom, fordulsz valakihez? Ami nagyon nagy gáz, vagy nagyon nagy, a legrosszabb rész az egész tényleg a felkészülés, hát nem a sok edzés, meg a fárasztó mindennapok, az is egy dolog, de a versenynek a legrosszabb része a döntő előtt, mondjuk reggel 10-kor van döntő, tudod, hogy fél hét, hétkor fel kell kelned valahogy fitten, és este 10-kor le kell feküdnöd aludni, és másnap egy olimpiai döntő van, és mondjuk esélyes vagy, vagy éppen nem vagy esélyes, tehát amikor túl lehet izgulni a dolgot, akkor az a utolsó este számomra, és akkor szoktam fohászkodni, hogy semmit nem kérek holnapra, se kegyelmet, semmi, csak egy jó alvás, hogy tudjak aludni, el tudjak aludni, ne stresszeljek annyit, és akkor általában ez sikerül, viszont rajt előtt bemelegítés minden jól lezajlik, meg van a saját protokoll, nekem évek óta bevált programom van, és rajt van, szoktam annyit kérni, hogy minden mi az eredmény, csak igazságos tegyen, tehát ez valahogy föntre, de név nélkül, nem címzek meg senkit, de ha ott van, akkor érti, hogy kire gondolok, vagy kihez beszélek éppen. Igen. Tehát ennyit szoktam, hogy csak igazságos eredmény szülesen. Ez mennyire jó. Többi az nekem, tehát mindent el tudok fogadni, csak igazságos legyen. Kicsit olyan érzésem van, hogy neked, vagy hát nem kicsit, nagyon olyan érzésem van, hogy a szíved az nagyon a helyén van. Mert nem magadnak akarsz minden áron jót kérni, hanem azt mondod, hogy legyen igazság. Hát igazság, és ebben benne van a másiknak is a lehetősége. Persze, hogy még egy dologra visszatérnék, hogy engem a életemben nagyon kísért a 3-as meg a 4-es szám. Nekem a 3-as a kedvencem, de a 4-es annyiszor előjött már. És emlékszem, hogy a Pekingi olimpiára készültünk Kucsara Gáborral, és akkor az újságírók végig azzal nyaggattak, hogy nekem a 4. olimpiám lesz, akkor párosan megyünk, Kucsara Gábor 4 évvel fiatalabb, 4. olimpiám, 4. olimpia aranyévemre hajtok, tehát minden nagyon sok volt a 4-es. Uh-huh. És kajak 2000 méter, szombat, döntő, délelőtt 10 óra, 4-es pályán megyünk természetesen. Ja, és akkor mi ott ilyen nagyon nagy esélyesként indultunk, tehát abszolút ilyen toronymagas favorit voltunk a versenyszámban. Aztán barul sikerült versenyünk volt, és bejöttünk 5-nek. Uh-huh. És akkor én egy perc múlva nekem azóta gondoltam, hogy értek mindent, csak mi az a 5-ös? Hogy jön ez ide? Igen. Miért 5-ös? Miért nem 4 vagy 1? Miért 5-ös? És akkor másnap mentünk még egy párost a Gáborral, 500 méteren tettünk 4-ek. Aztán hazajöttünk az olimpiáról, eltelt 2 hét, és akkor jött a hír, hogy a lengyeleket kizárt egy dopingolásért, és ezért nem 5-ik, hanem 4-ek lettünk. Ne viccelj vele. És akkor így... Nem mondom, hogy megnyugodtam, mert azt az olimpiát soha nem fogjuk kieverni se a Gábor, se én. De akkor így egy elégtétel volt, hogy na ugye. Legalább. Csak ott a 4-es. Előfordult veled egyébként olyan, hogy olyan jelenséget láttál, hallottál, amit nem lehet mondani. Tehát, hogy tudományosan azért nehéz lenne megmagyarázni? Lehet kinevet valaki. Biztos vannak szellemek, tehát hiszek benne, hogy vannak szellemek. Van mindenféle élet, meg első élet, meg előző élet, meg minden van, én hiszem. De hát igen, lakásban, otthon vagyok, sokszor hallok ilyen hangokat, hogy mostani? Mintha valaki, igen, most ahol élek, de az előzőben is mindig hallottam valamit, aztán az előző házban ki is hívtam egyszer egy szellemírtót. Van ilyen, hogy szellemírtó? Hát igen, hogy ez zavar, de aztán utána hallottam túloldalról, hogy nem szabad, mert akkor visszajönnek többen. Aha. Ilyet is hallottam, tehát hogy nem, ezt nem tudtam, ez nekem is hagyni új. Hagyni őket. Egyébként csinált valamit? Nem csinált semmit, csak járkált, meg kopogott, meg mintha egyszerű, amikor elnyi mellette valaki is megcsap a szeretet, mintha azt éreztem volna, de ezt nem akarom. Nem akarom, ebben bele sem ezt gondolni, ez jó. Ami nekem nagyon-nagyon rossz, egy gyerekkori élményem, hogy amikor 4 éves voltam, akkor ez külön szobám, szüleimmel laktunk, és első vagy második este, amikor kinéztem az ablakon, akkor, hát most ez egy rossz, nagyon rossz dolog, és évekig kísértett. Jaj. Hát a szemben házban lakó 90 éves néni pont akkor halt meg, és vitték el a szállítók, a kuraszállítók. És én láttam a nénit, és utána évekig mindig azt éreztem, hogy azt láttam, hogy a szekrényem mögött áll, és így kinéz este. És én rendesen féltem akkor a szobámba sokszor, és sokszor elmentem anyukámékhoz, tehát 4 éves voltam, sokszor elmentem, hogy a XY nénit látom a szekrény mögött, és nem hitték el, és tényleg láttam. Tényleg láttam. Tehát majdnem meg vagyok róla győződve, igen, hogy azt tudod, hogy a gyerekek azt mondják, hogy ilyen 4-5 éves korukig nyitva vannak, tehát nyitva van a harmadik szem, és képesek érzékelni. Igen, azt tudom, igen. Azt észrevettem. Mármint a saját gyerekem is szokott ilyeneket. Komolyan? A 3 éves kislányod? Igen, a Geri nagyon sokat mesélt, amikor kicsi volt a fiam, aki az ott már 16.
De ezt a nénit én tudom, hogy láttam, és hiába mondtam, és mondták, hogy biztos, hogy nem, pedig én tuti. De akkor 4-5 éves voltam. A fiad mit mesélt? Vagy miket látott? És tudtál neki segíteni egyáltalán, amikor ezeket elmesélsz? Hát nem, neki mondta, hogy itt este itt járt ez, vagy este itt járt az. De ezek ismert emberek voltak, akik már sajnos, tehát hogy mondtam, rokonok, akik... Igen, akivel mondjuk nem találkozott, de már nem élnek, igen. Uh-huh. Ez elképesztő. Tehát viszont is találkozott velük. És tudta, hogy ő az, mert beszélget, de beszélt is velük? Hát azt nem mondta, csak mondta, hogy lát, ezt meg azt láttam, meg így meg úgy kinézett, meg ilyen ruha volt rajta is. Így lett a személy leírás. Oké, azt mondtad, hogy mostanában is hallasz hangokat, adott esetben előfordul. Lehet, hogy beképzeljük magunknak, de én mondjuk elhiszem, hogy ott valamilyen entitás, valamilyen lény még megmaradt. Tehát akkor ez mostanában is előfordul? Előfordul, de jobb lenne, nem fordul elő. Tehát... Vettél már részt reinkarnációs utazáson? Rossz élmény volt? A vége volt rossz. Hát nagyon-nagyon messzire mentünk egyébként vissza. Ez mit jelent? Tehát, hogy meg tudtad határozni, hogy hol vagy körülbelül a kort? Krisztus születése. Férfi voltál, vagy nő? Férfi. Tehát én bele is könnyeztem, tehát egy ilyen lepattant, iszákos, ilyen kócos hajú, megkeseredett, mit tudom, egy családot hátrahagyva, vagy talán egy gyereket hátrahagyva, egy ilyen kunyhóba lakhattam, vagy valami ilyesmi, egy kisfiúval. Uh-huh. Most a kisfiú nem tudom, hogy hozzám tartozó volt, vagy nem, ezt nem tudom, de mondjuk úgy, hogy valószínű, hogy igen. Igen. És ami nagyon rossz érzés volt az egészben, hogy tényleg egy ilyen 5 négyzetméteres kunyhot képzel, aminek ilyen alja is föld volt, meg beázott, ilyen dohos, büdös szag volt benne. Uh-huh. És a kisfiú egyszerűen nem figyelt, és én kiléptem az ajtót, és becsaptam az ajtót, és bezártam, és ott hagytam. És ő, tudom, hogy így a tenyérével ütötte az ajtót, és én ilyen, akkor is beszéltem magam, ne nézz hátra, nézz, és nem néztem hátra. Éreztem a fájdalmat, a hideget, a meleget, mindent éreztem. Tudod, hogy miért hagytad ott? Miért zártad be a kunyhóba kicsit, és miért jöttél el? Hát, arra nem tudom, de néha eszembe ez a történet így teljes egészében, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy nem is kellett volna inkább utazni. Úgy akkor nagyon jó élmény volt, csak mi szükségem volt rá. Én úgy tudom, hogy az utaztatásban olyan dolgot mutatnak meg az embernek, az égiek, a vezetőit, mindegy, tehát olyan képek jönnek, amik erre az életedre fontos tanulsággal bírnak. Szerintem nem véletlen, hogy ezt átélted, nem véletlen, hogy ezt láttad. Voltál-e valaha Jósnál? Ja, persze, Jósnál voltam. Persze, ez tök természetes. Nem, igazából Jósnál egyszer voltam, mert kétszer beszéltem vele a telefonon, ugyanannál Jósnál egyébként. Én nagyon nem hittem benne, csak a olimpiára utaztunk 2012-ben, és elmentem fodrász az előtt, hogy mégiscsak a síró jó legyen az londoni olimpián. És akkor a Ildi, aki a fodrász, mondta, hogy egy kicsit várjak, mert valaki bejött elém, vagy valaki búr alatt még ül, és mindegy, egy negyed órát, addig beszélgessek az Ildivel, aki egy jósnő. És akkor beszélgettem, elővett a kártyáit, mondta, hogy igen, nem, mert tud válaszolni, önöket kérdezek, ami igen, nem, jó. És kérdeztem egy-két alapkérdést, és akkor azt válaszolt, ami a valóság is. Hát mondom, hogy biztos tudhatja máshonnan is, hát majd én... És akkor megkérdeztem tőle, hogy oké, holnap után megyek az olimpiára, lesz, szerzünk-e érmet? Semmi esélyünk nem volt érmet szerezni. És akkor kérdeztem őt, hogy olimpia mégis, hát hogy lesz, mondom, két tuti dolog van, hogy olimpia nem lesz érem. Az, az egyik. Másik meg, hogy megyek Amerikába fél évre utána a testvéremékhez. És akkor mondja, hogy hát olimpia lesz érem méghozzá, elég fényes. Na, mondom, jó. Mondom, jó, de mondom, akkor utána megyek fél évre a testvérem az Amerikába. És mondja, hogy hát látja, hogy nagyon-nagyon szeretném, menjek, de nem fogok, mert egy nő közbe fog szólni. Mondom, én, nincs az a nő, aki nekem közbe szól, hogy én, hát lefoglalva a repülőjegy, minden lebeszélve, iskola, nyelvet tanulni, minden meg volt. Jó. Kimegyünk az olimpiára, tök jól sikerült, minden ezüst érem. Hát mondom, fú, ez durva. Milyen jó. Hazajönk olimpiára, feljön a tesómat, hát így meg úgy, és akkor hát mondja, hogy hát nem nagyon meri mondani, de hogy ők a válság idején vettek egy házat, és hogy most kijöttek a válságból, már Amerika, és hogy hát meghirdették a házukat, megoldja akarom, de jobbra van, nem mennék Amerikába. És hát én, mint rendes testvér, akkor mondtam, hogy jó, akkor nem megyek Amerikába. És akkor eszembe jutott ez a hölgy, hogy végül is tényleg két biztos pont volt az életemben. Egyik, hogy nem lesz érem, másik, hogy megyek Amerikába is érem, mert Amerikába nem mentem. Azóta voltál nála? És volt még egy érdekesebb, amikor 2014-ben kicsit be voltunk rezerve a válogató előtt, hogy nyerünk vagy nem nyerünk, majd nyerünk, így jutunk az EB-re. És akkor felhívtam azt a Ildikót, egy csapatársammal együtt, kihangosítottuk a telefonot, hogy mégis mit fog mondani, és akkor mondta, hogy hát, hogy
annyit kérdeztünk, hogy holnap nyerünk a négyesben, tehát hogy kint leszünk az EB-n. És akkor mondja, hogy hát ilyen bonyolult útvonal, de ott lesztek. Hogy nem lesz repülőgépen átszállás, mondom, nem, közvetlen jár. Jó. És akkor nagy csönd, másnap jött a négyes döntő, kikaptunk. És akkor mondom, nem tudom, hogy leszünk ott Moszkvában, máshol esélyünk nincs, persze el kellett indulnunk egyesbe és párosba. Én majdnem nem értem, hogy hogy megnyertem azt az egyes döntőt, és akkor kijutottam az EB-re. Igaz, hogy nem négyesbe, ahogy terveztük, de ott voltam. És egy óra múlva a két másik társam megnyerte a párost. De ők is jöttek, és már csak a Paumban Dani volt a kérdés, ő meg 5000 méteren egyesbe tudott nyerni, ami vasárnap este volt csak. Tehát így is tök boldogan mentünk mind a négyen, elég kacifántos úton, igen, de ott voltunk mind a négyen az EB-n. Azóta nem beszéltem vele, de érdekes, hogy ő is úgy mindent megmondott eddig, ami... Tehát minden előre. Nagyon sok mindent meg tudott mondani előre. Gyurkó Katalin védikus asztrológus elemzése során hamar kiderült, hogy Zoli igazi oroszlán szívű harcos, tele érzelmekkel, aki egyébként tele volt kérdésekkel, és rettentően élvezte a Katival való találkozást. Kicsit izgulsz, vagy csak kíváncsiság van benned? Is, tehát nagyon izgulok, meg kíváncsi is vagyok. Jó, oké, Katikám, kezdjük az alapokkal, mesélj a személyiségéről először, jó? Véletlenül, mert a beszélgetéseink során a legtöbbször skorpió aszcendensűekkel találkozunk. Neked is skorpió az aszcendens. Mit jelent? Bocsánat, belekérdezed be. A 12 féle jegy közül választhattál volna a születésed pillanatában, és a skorpiót választottad, ami egy vizes jegy, úgy véletlenül, elég sok vizes dolgod van itt. De ezt én választottam, hogy a... Csillag. Ezt te választottad. Tehát a lelked de gyakorlatilag. De hogy derült ki, hogy én ezt választottam? Miért nem nyilas, vagy szűz, vagy bika? Van sok minden a horoszkópodban, de az, hogy milyen típusú személyiség szerepet tanulsz ebben az életedben, erre most te a skorpiót választottad. Ezt már ott kiderül, amikor én... Amikor megszülettél abban a pillanatban. Az asztrológia felfogásában nagyon sok előző életünk volt, és ezt a jelenlegi életünket is megtervezzük. Te megtervezted, mi én is megterveztem, Marian is megtervezte, és ebben ezt az élettervedet látom én, amit a születésed előtt kifundáltál magadnak. Jó, kitakt, jó. Kíváncsi vagyok, mennyit gondolkodtam rajta. Hogy odafönt? Hát biztos, nem, tényleg egyébként azt nem tudjuk, nem? Vagy erről van elmélet? Én nem tudom, hogy mennyi időt tölt fent a lélek, vagy mennyi időt tölt azzal, hogy megtervezze. Nagyon változó. A régebbi időkben úgy tartották, hogy néha több száz évenként született le a lélek. Tehát több száz évig gondolkodott. Addig csak ott tervezget fönt, és majd... Addig ott tervezget, de fönn nincs idő. Tehát azért teljesen más sík tulajdonképpen. És most úgy tartják, hogy sokkal gyakrabban születnek le a lelkek. Tehát néha néhány éven vagy néhány évtizeden belül újra leszületnek a haláluk után. Azért is vagyunk ilyen nagyon sokan. Most sokkot kaptam. Türelmetlenek vagyunk. Ne, én arra gondoltam, hogy én utána nagyon sokat szeretnék pihenni. 400 éve szeretnék. Hát igen, ha lehetne. Amit te hoztál magaddal, biztos vagyok benne, hogy voltál már hajós. Tehát te rengeteget hajóztál előző életeidben is. Rengeteg nyugtalanságot hozol magaddal. Tehát nagyon sok között van a vízhez, és nagyon sok között van a mozgáshoz. Olyan, mintha állandóan mozgásban lettél volna, vándoroltál volna, és nagyon nehéz lett volna gyökeret eresztened bárhol is. És azt gondolom, hogy ez valahol biztos, hogy megjelenik a mostani életedben is. Maximálisan. Igen. És tényleg. Igen. Nem csak a hajózás, hanem a mozgás is. Igen. Aztán azt látom, hogy négy planétád, négy jelződ van a halak jegyében, ami megint csak egy vizes jegy, és nagyon szól nem csak arról, hogy te tehetséges vagy minden vízi dologban, vagy szereted a vizet, hanem abban is, mert az asztrológiában a víz az párhuzamos az érzelmekkel, hogy rengeteg érzelem van benned, de te azért ezt eléggé lenyomod. Tehát nem nagyon szereted megmutatni az érzelmeidet, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon tudsz szeretni, és hogy nagyon sok érzelem és nagyon sok gazdagság van az érzelmeidben és a lelkedben. Ki szoktad mutatni? Nem. És nagyon sokszor panaszt hallottam előre, hogy én tudom, hogy van bennem érzelem, de semmi nem jön ki. Hát szegény nők. Akármilyen is szeretném, nem jön. De mondani szoktad? Dehogy is. Ne viccelj velem, de nem mondod, hogy szeretlek. Nagyon vészes helyzetben. Vészes helyzetben? Oké, várjál. Van egy kereszt kérdésem. A kislányodnak mondod, hogy szeretlek? Hát persze. Az más?
Hát persze, hogy más. Na, majd mindjárt ránézünk a kislány, vagy a gyerekekhez fűződő viszonyra is. Hát abszolút, ez azért érdekes, mert ez a négy planéta, ami a halakban van, ez a gyerekek területére esik. És ez azt jelenti, hogy te nagyon szereted a gyerekeket. És azt is jelenti, hogy neked valószínűleg lesz még gyereked. Hoho. Jó lesz. Igen? Persze. Hányat szeretnél? Hát, egyszerre csak egyet. Igen, ikrek akkor kizárva. De így nem, nincs ilyen, hogy három, vagy négy, vagy ahogy. Jó, tehát akkor gyakorlatilag nyitott vagy, ahány hát, jön. Hát, jönnie kell, jöjjön. Milyen jó ez, pedig a férfiak szerintem többnyire limitálják azért a gyerekszámot. Az látszik a horoszkópodban, hogy van esély arra, hogy egy kicsit eltávolodj a gyerekeidtől. Tehát, hogy ne egy családban, ne egy bokorban nevelt fel a gyerekeidet, hanem egyik asszonynál és másik családban is esetleg hagyhatod őket. Tehát erre van esély. Ez helytálló, ugye? Életszerű. Egészen konkrétan. Szerintem te nehezen mondasz nemet. Nagyon. Az a legrosszabb. És mindig ebből vannak a konfliktusaim. Nem tudok nemet mondani. Semmire? Nem. Hát igen, akkor így, főleg, ha valaki kicsit ráhat a lelkemre, akkor jó. Akkor esélyed sincs elmenekülni. És kéne ezen változtatni, vagy ez így teljesen helyén van? Hát csak akkor, hogyha szenvedsz tőle, vagy hogyha úgy gondolod, hogy túlzottan igénybe vesznek, vagy kihasználnak ezen keresztül, hogy nem tudsz nemet mondani. Ezt elfogadtam, ez így van, ez így működik. Hosszú évek óta nekem jó így. Tehát akkor nem változtat, Isten. Igen, teljesen fölösleget. Hány olimpián vagy te túl? Már négyen? Hát öt volt, és öt a Rioi kimaradt, mint hatodik, tehát igen. Hat lett volna. Ha lenne még egy, akkor hét lenne, de nem tudom, öt már volt, maradjunk annyira. De a következőre még azért készülsz? Persze, most arra készülök. Nagyon messze van, nagyon messze van. Bőven benned van, tehát nagyon sok energiád van, nagyon sok versenyszellem, nagyon erős bizonyítási kényszer, fogalmazunk így, de hogy bőven benned van, igen. Egészség? Egészség. Az egészségről csak olyan vonatkozásban szoktam beszélni, hogy mik az érzékeny pontjai valakinek. Ezt mondjam? Kíváncsi. Az egyik, azt gondolom, hogy lehetsz fejfájós. Az vagyok. De tényleg az vagyok. Valami fáj a fejem. Bármikor. A másik az az, hogy hajlamos vagy egy kicsit túlpörögni. Tehát néha túlpörgeted saját magadon. Minden nap. Hát de eleve, ahogy beszélsz. mert az is az dolgot alatt. Egyszerre több dolgot akarok meg itt is tenni, ott is tenni, meg azért mindig elkések mindenhonnan, mindent megígérek. Igen, odaérek, de akkor azt is gondolom, hogy oda fogok érni, csak mindig közben jön valami. Na igen, ez eddig jó. Ez eddig igen. Van még valami? Azt gondolom, hogy a versenysport téged nagyon egybe tart, de a hátad az lehet érzékeny, a gerincen. Derek van. Hát a gerincnek valamelyik szakasz az lehet. Tehát lehetsz gerincfájós, és... Hát tulajdonképpen ennyi. Elég. Bőven elég is, igen, és reméljük, hogy nem is lesz sajúvás, ami még ehhez csatlakozna. De egyébként mondjuk vannak rossz szokásai? Tehát van olyan, ami már kicsit túlzásba vitte? Idegesítő. Igen. Takarítás, áldott pakolás, ilyenek. Te rendet. Mindig pakolok. Tehát rendmániás jellegű. Mindig pakolok valamit. Ez miből fakadhat? Van két szűzbolygója. A precizitás gyakorlat. Precizitás, igen, mindenben rendszert szeretne csinálni. Egyébként igen. Igen. Egyébként pont az olyan, van olyan, hogy rohadtul nincs időm, este 10 óra van, de fejembe kattam valami, és na most a spájzot még ma este kipakolom, és kb. Ugyanúgy visszapakolom. Kipakolom, hogy hátra ki lehet valamit dobni. Kedd az a kukás nap nálunk, hétfő este szementes zsákkal járkálok a lakásba, hogy mit le kidobni. Általában nem találok semmit, de mindig találok valamit. Aztán végül csak azért is. Azért. Inkább kiüntesz egy liter tejet. Rendben a pakolás, meg ezek, igen, ez barkácsom. Van még valami, amit nagyon szeretném megkérdezni? Tudnék reggeli kérdezgetni, de... Lottószámok. Az mindig ezzel jön a férjem. Igen. Úgyhogy... Az nekem is jó rendben, de nem akarom tudni. Jó. Nekem se árulják el. Ugye? Nagyon jól éreztem magam, nagyon hasznos dolgokat tudtam meg saját magamról, és próbálom hasznosítani és az előnyömre fordítani, de még visszajövök. Amikor épp a kapujában állunk, hogy elérjük az aktuális vágyott célunkat, nem árt az égiek segítségét kérnünk, vallástól, hittől, beállítottságtól függetlenül.
De a legjobb, ha azt teszi az ember, amit Zoli ösztönösen jól csinál, mert nem önös érdekeit helyezi a kérése középpontjába, hanem az igazságosságot. Én úgy mondanám, történjen minden a ti akaratotokkal megegyezően, ahogyan az a legfőbb jót szolgálja, mert így biztosan nem árthatunk senkinek.